November 11-e Márton napja. A nappalok egyre rövidebbek, az ember pedig vágyik a meleg szobába, ahol fényeket gyújtva ellensúlyozhatja a külső sötétséget. Ebben az időszakban élednek a manók, akik segítik a föld, az erdő téli életét. Az óvodában pedig megjelennek a kismanók a kreatív foglalkozásokon, a mondókákban, jelen vannak az énekekben és felbukkannak a gyerekek játékában. Ezt a hangulatot idézi a lámpás ünnep, amelyet a Waldorf óviban rendeztek. A báb előadásra gyülekeztek a szülők és gyerekek, amikor ott jártunk. 2 éve szülői kezdeményezéssel indult el az óvodának az ötlete, és most 2014. szeptemberében sikerült elindítani. Nagyon sok helyet néztünk tatán, míg végül erre a családi házra esett a választás, amit szülőkkel közösen varázsoltunk ilyen szép állapotúvá. A gyerekek kreativitására és annak a kibontakoztatására alapuló óvoda, ami tényleg, és azért is mondom, hogy óvoda nem egy intézmény, hanem inkább egy óvodat a szószoros értelmébe, és hagyjuk őket kibontakozni, hogy mindenki, amiben jó, azt tudja erősíteni. A Waldorf Ovi nem az iskola előretolt helyőrsége, nem 0. osztály az oktatási rendszerben, direkt fejlesztés nincs. Mese van, játék, rendszeresség és nyugalom. Nagyon tetszik ez az óvoda, régóta ismerem ezt a filozófiát, a Waldorf filozófiát, és úgymond vártuk, mint a messiást, tatán a Waldorf óvodát, és sikerült is, hogy elinduljon. Személyesen látom, hogy reggel vidáman jön be, szeret ide bejönni. Eddigi óvodai tapasztalatunk sajnos nem ezt mutatták, és nagyon örülünk, hogy ide jár. Mi magunk csináltuk az óvodát is, tehát a festéstől kezdve a takarítás, a függönykészítés, és így össze is forrt a kis csapat. És ugye itt menet közben is vannak programok, ünnepségek, együtt készítjük elő a programokat, ki mit tud belerak. Ez egy ilyen élő közösség, a szülőktől elkezdve a gyerekekig.